Egyre több agrártámogatás elnyerésének feltétele, hogy a termelők gazdálkodási naplót vezessenek, sokan még mindig otthon egy egyszerű füzetben jegyzik fel, hogy mivel permetezték a növényeket, mekkora az ültetvénynél a sor és tőtávolság, vagy éppen mennyi volt a műtrágya felhasználás. Pár évvel ezelőtt pedig megjelentek az internetes felületek, számítógépes programok, Kis Andrásné már évek óta elektronikusan intézi ügyeit a falu gazdászok segítségével, így jegyeztette gazdálkodási tevékenységét korábban is. Az interneten keresztül, számítógépen ott feltöltjük, és használtuk már, igen, akár a nitrátérzékeny területekkel kapcsolatban, vagy permetezési napló feltöltése ilyenekre. Néhány napja azonban megjelent egy új, minden gazdálkodó számára elérhető és ingyenes szoftver, ami segíti egyebek mellett a gazdálkodási napló kitöltést is. A gazdáknak a támogatás igényléséhez mindig meg kellett felelni valaminek, és ez nagy adminisztrációval járt, ha arra gondolunk, hogy az MVH-nak meg kellett felelni, a NEBIC-nek meg kellett felelni, a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak meg kellett felelni a műtrágya kijuttatáskor. Ez annyiféle adminisztrációt jelentett a gazdálkodóknak, és ezen próbálta az Agrárgazdasági Kamara vezetése segíteni, és egy olyan programot hozott létre, mely mind a három szervezetnek a kényekedve szerint elfogadhatóvá válik. A NAK hivatalos oldalán bárki regisztrálhat és már használhatja is a programot. Rögzíteni lehet új területet, táblát is a rendszerben, mindössze pár kattintással. Minden egyes gazda a saját tábláit valamilyen névvel illeti, és akkor ez legyen egyszerűen csak Pisti, miért is ne. Egységes kérelemben ez már a negyedik tábla lesz, támogatási jogcím. Hát a SZAPSZ támogatás és a zöldítési támogatás minden egyes gazdálkodót megillet, ezt jelöljük is be. Polenszky András, a Kamara ügyfélszolgálati tanácsadója azt mutatja, hogy a rendszerben azonnal lehet támogatási igényt jegyezni. Szükséges még többek között blokk azonosító, a helyrajzi szám, valamint a település megadása is. A szoftver jelzi a gazdáknak a fontos határidőket, és figyelmeztet a bejelentés köteles események időpontjára is. Akadnak még mindig olyan gazdák, akiknek nincs számítógépük vagy felhasználói szintű tudásuk a programhoz, nekik a falu gazdászok továbbra is segítenek.